Most én még mindig azon gondolkodtam, hogyha aztán többségébe kerülnek Magyarországon a magyar tulajdonú bankok, és mondjuk ezeknek a bankoknak, mivel azt már megbeszéltük, hogy annyi magyarországi megtakarítás nincs, hogy a hitelet, tehát megfelelő mennyiségű hitelt tudjanak ebből kihelyezni, tehát akkor a globális pénzpiacon pénzt kell szerezniük majd ezeknek a bankoknak, mint ahogy most is szerezhetnek. De hát milyen feltételekkel? Egy külföldi bank az anyabankján keresztül a úgymond fölösleges pénzt, azt ugye át tudja hozni ebbe az országba. Hogyha a többségében magyar tulajdonú bankok a globális pénzpiacon elkezdenek aztán pénzt szerezni, vásárolni, hát az gyakorlatilag az aztán meg a hitelezésnek a teljes összeomlása. Ez nem feltétlenül van így. Attól függ, hogy az adott ország az adott gazdaságnak a megítélése milyen, illetve, hogy a nemzetközi pénzpiaci viszonyok milyenek. Ezt én belevettem már így a gondolatban. Hogy milyenek a nemzetközi pénzpiaci viszonyok ma, amikor Európa is úgy néz ki, hogy a dezintegráció, a fragmentáció felé megy a pénzügyi piacokon legalábbis, amikor jelentős likviditás többlet van az úgynevezett északi országokban, és jelentős likviditás hiány van a déli országokban. Ilyen körülmények között egy olyan országnak a bankja, amelyik befektetésre nem javasolt kategóriában van, egy olyan országnak a bankja vagy bankjai, amelyeknél a csődkockázati prémium ma, amikor szerencsére javult az elmúlt hetekben a csődkockázatunk, de még mindig 450-470 bázispont körül van, és ilyenek a nemzetközi pénzügyi körülmények, azt kell mondanom, hogy ilyen szituációban nem tud senki kimenni a piacra, nem véletlen, hogy egy év óta, több mint egy éve sem a magyar állam, sem egyetlen magyarországi bank nem tudott kimenni a nemzetközi pénz és tőkepiacra, mert nincs hozzáférésünk. Erre gondoltam én is most, amit levezetett, hogyha aztán erre lesznek kényszerítve a pénzintézetek, hogy na, jaj, de jó magyarok vagyunk, több mint 50%-ban, és akkor szerezzünk pénzt, ilyen feltételekkel kicsit nehéz lesz. De hát itt vannak az IMF tárgyalások, tehát az ország kockázati felára megítélése, a piacok bizalma, az megváltozhat, vagy legalábbis reménykedhetünk benne, hiszen ezért van az egész, vagy ezért is van az egész tárgyalás. Ön mennyire látja optimistán a helyzetet, hogy mondjuk még az idén lesz IMF megállapodás? Az ilyen jellegű jóslásokba nem szeretnék belemenni, nem tudom. Akkor kérdezek inkább mást. Volt jegybankelnökként, mit gondol, mit szól ahhoz majd az IMF delegáció, mit szól ahhoz majd az Európai Központi Bank, melynek véleményét nyilván ugyanúgy az Európai Bizottság, ugyanúgy az IMF delegáció is figyelembe veszi ehhez a bizonyos tranzakciós adóhoz? Nem szeretném megelőlegezni. Személyesen az a véleményem az eddig kialakult feltételeiről, hogy ez egy nagyon komoly károkat okozhat a magyar gazdaságnak, nem önmagában a bankoknak, az egész magyar gazdaságnak. Itt ugyanis arról van szó, hogy az a tranzakciós adó mennyiség, amelyet a bankszektornak kell fizetni, az önmagában egy olyan hatalmas összeg, ami a bankadó felével kiegészülve egészen brutális összeg. Tehát ha a miniszterelnököt idézhetem, aki azt mondta, hogy a mi bankadónk brutális, a bankadó fele plusz a tranzakciós adó együtt, az kétszeresen brutális teher a bankszektornak. De itt nincs még vége. Ugye a legutolsó menetben bekerült az, hogy a Magyar Nemzeti Bank is fizet tranzakciós adót. Na most, hogyha racionalitást feltételezünk, és ezt muszáj, akkor ennek az adónak nincs értelme abban az esetben, hogyha a Magyar Nemzeti Bank nem adja tovább a kereskedelmi bankoknak. Ebben az esetben pénz az ablakban, az állam önmagát adóztatja. Amennyivel romlik a Magyar Nemzeti Banknak az eredménye, annyival azt vissza kell pótolni, tehát az pénz az ablakban a dolognak. A költségvetés szempontjából csak akkor van értelme, ha a Magyar Nemzeti Bank ezt tovább hárítja a bankszektorra. Ez újabb 100 milliárd. Tehát akkor nem a dupla brutalitásról van szó, hanem háromszoros brutalitásról van szó. Ez a magyar pénzügyi rendszert szétveri egyfelől, másfelől viszont olyan, ha a magyar bankok ezt megpróbálják tovább hárítani, akkor az az egész pénzügyi közvetítési mechanizmust teszi szinte lehetetlenné.
egy olyan helyzet alakul ki, amiben különösen a vállalkozásoknak, pláne a közepes vagy a közepesnél nagyobb vállalkozásoknak eminens érdeke lenne az, hogy kivigyék a tranzakcióikat Magyarországról, ami ugye azt jelenti, hogy a betétek fogynak el megint a bankrendszerből. Amiről ha a betétek elfogynak, még kevesebb hitel lesz, a gazdaság még tovább megy le a lejtőn. Ez nem tűnik túl jó ötletnek, ez a tranzakciós illeték. Ez nem tűnik jó ötletnek. Az IMF tárgyalásokkal kapcsolatban Járai Zsigmond, a felügyelőbizottság, MFB felügyelőbizottság jelenlegi elnöke egy közleményt, vagy levelet küldött az IMF delegáció vezetőjének, vagy az itteni vezetőjének, és abban azt írta, hogy az itt tartózkodó delegációval tárgyalni szándékozó ellenzéki felügyelőbizottsági tagok nem a testület álláspontját képviselik, tehát hogy még nem tárgyaltak, tehát itt ugye Katona Tamásról és Róna Péterről van szó, és így a felügyelőbizottság elnöke szól előre az IMF-nek, hogy hát őket nem kéne meghallgatni, vagy legalábbis nem komolyan venni, mert az ő véleményük az nem a mi véleményünk. Egyáltalán a felügyelőbizottságnak, annak elnökének, annak van joga a Magyar Nemzeti Bank, mert a Magyar Nemzeti Bankkal feltételezem, hogy tárgyal majd, vagy annak vezetőjével az IMF. Tehát, hogy az FB és maga a Nemzeti Bank az milyen viszonyban van ilyen tekintetben? Tehát, hogy ezt így lehet előre befolyásolni? Nem olvastam a... Ennyi a lényege. A nyilatkozatot. Szokatlannak tűnik első hallásra. A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának egyébként az IMF-et érintő kérdésekben nincs testületi álláspontja, ugyanis a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága a jegybank jogszerű működése felett törködik, és nem a monetáris politika, pláne nem a gazdaságpolitika egészének az alakulását vizsgálja. Ebben ők nem szoktak, tudomásom szerint eddig soha nem hoztak nyilvánosságra közös álláspontot a monetáris politikáról. Azt effektív tiltja egyébként a felügyelőbizottságról szóló törvény. Úgyhogy a felügyelőbizottság tagjainak egyenként persze lehet véleménye a monetáris politikáról is, meg a gazdaságpolitikáról is, és hogyha azt valaki érdeklődik ez iránt, nyilván el fogják mondani. Igen, csak hogy mi az, hogy az nem a felügyelőbizottságnak a testületnek az álláspontja. Tehát ezek szerint van a felügyelőbizottságnak is egy álláspontja a Magyar Nemzeti Bankról, amit az IMF felközölne, de a két ellenzék által delegált tag álláspontja az nem azonos azzal az állásponttal, ami az egyáltalán milyen álláspontot közvetít a Magyar Nemzeti Bankról az IMF-nek a felügyelőbizottság. Szerintem a felügyelőbizottságnak legalábbis a törvényes keretek között a feladata az, hogy a Magyar Nemzeti Bank jogszabályszerű működését elemezze, illetve e felett törködjön. Ennyi gazdaságpolitikai jellegű feladata a felügyelőbizottságnak nincs. Én is így tudtam, hogy én is meglepődve olvastam ezt a közleményt. Ez már inkább személyes típusú a kérdésem, mármint a személyes tapasztalataira vagyok kíváncsi. A pénzvilágban mozogva, a külföldön mozogva, mennyire látja optimistán a piac, bár elég bután hangzik, hogy a piaccal ön biztos találkozik, tehát a piaci résztvevők mennyire látják optimistán a helyzetet, hogy na jó, eddig volt, ami volt, unortodox, meg jó ég tudja, micsoda, de most jön az IMF, és akkor itten helyre jönnek a dolgok Magyarországon. Az elmúlt napok, hetek, vagy akár az elmúlt 8 hónapnak is a fejleményeit, ha nézzük, akkor ebből világosan kiolvasható, hogy azokban a periódusokban, amikor a piac elemzői, szereplői bíznak abban, hogy megállapodás lesz a Nemzetközi Valuta Alap, az Európai Unió és Magyarország között, akkor mindig javulnak a kondíciók, csökkennek a kamatok, javul a forint árfolyama, csökken a csődkockázati prémium. Amikor ez távolabbra kerül, akkor az ellenkezőjét tapasztalhatjuk. Úgyhogy a piacok ezekben a napokban úgy tűnik, hogy látnak lehetőséget arra, hogy megállapodás legyen. Meglátjuk, hogy haladnak a tárgyalások. Hát megszoktam már, ezek a bankárok olyan finoman fogalmaznak, és nem mernek jósolni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm.